A Margaret Island adott koncertet a Pécsi Kodály Központban. A népszerű zenekar különleges alkalomból lépett színpadra a Baranyai megye székhelyen. A Pécsi Jótékony Nőegylet ugyanis idén is megszervezte adventi koncertjét, ezért keresték fel az együttest. Lámbas Viki azt mondja, örömmel támogatnak ilyen kezdeményezéseket. Nagyon-nagyon kevés dologra mondunk igent, hiszen ilyenkor mindenki megbolondul, hogy akkor mindenki jótékonykodik hirtelen karácsony környékén. Mi egész évben azért olyan szervezetek mögé állunk, akiknek a munkáját fontosnak tartjuk, úgyhogy megérintett minket és fontosnak tartjuk ezt az ügyet, úgyhogy ma itt vagyunk. A Pécsi Jótékony Nőegylet az elmúlt időszakban nagy változásokon ment keresztül. Több fiatal tag lépett be az egylet kötelékébe, ezért is gondolták, hogy ezt a generációt szólítják meg. Ez egy mérföldkő a Pécsi Jótékony Nőegylet életében. Nagyon sokféle stílust felvonultattunk már az éves adventi adománygyűjtő gála estünkön, és ez a könnyű zenei koncert egy új stílust képvisel, és bízunk benne, hogy a fiatalabb generációkat is meg tudjuk ezzel szólítani. A Nőegylet emellett idén ünnepli alakulásának 25. évfordulóját. Ebben a negyed évszázadban a legelesettebb pécsi családokon, gyermekeken segítettek. A mostani adventi koncert ideje alatt is a Nekem nincs ebédem elnevezésű gyermekétkeztetési programra gyűjtöttek adományokat.